Benedek elek, ördög a kájhában. Évike meséli nagyapónak. Nagyapó, nagyapó, édes nagyapókám, Mi bajod, galambom, édes kis fiókám? Jaj, lelkem, nagyapó, sok földet bejártam, De még soha olyat, mint a konyhán láttam. Mit láttál, mit láttál, édes kis fiókám? Ördögött, bőrdögött, édes nagyapókám, Láttam a két szemét, hú, de hogy szikrázott. Úgy megijedtem, hogy a hideg kirázott. A szeme szikrázott, a foga csikorgott, drom, 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 jaj, de szörnyen morgott. Fogát csikorgatta, száját tátogatta. Ó, lelkem nagyapó, te csak nevetsz rajta. Pedig rajtam kívül látta Sári, Mári, hogyha ez elég, Katóka meg Klári. Sári, Mári, Klári, Évike, Katóka. No még most sem hiszed, édes nagyapóka? Mondá nagyapóka, ezer millió mátok, mégse tréfa dolog, ha ennyin láttátok, s nagy bajusza alá mosolygását rejtve, szép lassan elindul, konyhát útba ejtve. Évikével kezén elől nagyapóka, aztán Sári, Mári, Galári, Katóka. Bekár, hogy nagyapó vállán nincsen mente, 48-ban se volt ilyen regimentje. Megy nagyapó bátran, előre, előre, ilyen bátran mentő a csatamezőre. Kemente ajtaját kinyitja botjával, és eltűnik az ördög szemével szájával. Mindahányan vannak, nevetnek a mókán, s egy szívvel kiáltják, édes nagyapókám!